az oltárt és a házat, amelyet most szolgálatunk által megkenünk, szentelje meg erejével az Úr, hogy látható jelen legyen Krisztus és az egyház misztériumára. 10 évnyi álhatatos szervező munka után közadakozásból, felajánlásokból és állami támogatással elkészült az Árpádházi Szent Kinga védelmébe ajánlott Küngösi Római Katolikus templom. A felszentelés közel 2 órás ceremóniáját a veszprémi érsek celebrálta. A főpásztor az evangéliumot követő beszédében a templomok atmoszférájának fontosságára hívta fel a figyelmet. Itt van meg az a légkör, az az erőtér, az az atmoszféra, amelyben az egyébként mindenütt jelenlévő Istennek a közelségét jobban át tudjuk élni. Vannak helyek, ahol nincs térerő. Én például hazamegyek szülőfalomba, Pördeföldére, Rala-megyébe, onnan mobilon nem tudok telefonálni sehová, mert nincs térerő. Meg engem sem tudnak hívni. Itt viszont egy olyan helyen vagyunk a templomban, ahol megvan a szükséges térerő, ahol, hogyha a készülékeinket, mármint a lelkünket, lelki képességeinket helyesen állítjuk be, akkor igenis megérezhetjük Istennek a közelségét. Amikor még Szombathelyen voltam, ahol az apátúr is hosszú időt eltöltött, és ott katekumenátust vezettem, a fiatalok közül többen is elmondták, hogy megtérésük akkor kezdődött, amikor bementek egy templomba, és valahogy megérezték a templomnak azt a atmoszféráját. A katolikus egyház legösszetettebb szertartásának keretében krizmával kenték fel, előbb az oltárt, majd a templom falát. Ezt követően nyitották ki Felhősi István, Európa Nostra díjas festőművész szárnyas oltárképét, ami Szent Kinga, Lengyelország és Litvánia védőszentjének életét mutatja be. A szertartásokhoz használt eszközöket és az oltárdíszeket csak ekkor helyezhették el. A lengyel-magyar barátságot jelképező gyertya is helyet kapott az úrasztalán. A kegyhely 2 Szent Norbert és Szent Benedek tiszteletére emelt mellékoltárát a premontrei szerzetesrend apátja dr. Horváth Lóránt ödön szentelte fel. Hallgass meg mindenkori könyörgő népedet, szintesd meg ínségét, fogadd el felajánlását, teljesíts vágyait, kéréseit, lásd el minden szükségessel. A ceremónia végén az egyházi kapcsolattartásért felelős államtitkárság kabinetfőnöke szólt a jelenlévőkhöz. Egy templomszentelés mindig különleges ünnepe a közösségnek, melyen sokszor nem csak a rendszeresen templomba járók vesznek részt, hanem mindazok is, akik magukénak, sajátjuknak tekintik azt a települést, amelyben élnek. Ilyenkor ugyanis egyszer jelenik meg az a kapocs, mely az egyházhoz, valamint az, amely a helyi közösséghez fűz minket. Ahogy a költő mondja, nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. A mai nap az egyházi évben a lateráni bazilika felszentelésének emlékünnepe, ahogy homiliában érsek úr említette. Azért a kettő katolikus templomé, amely a világ összes templomának máteret, kaput, anyja és feje, ez az egybeesés is jól szimbolizálja, hogy a mai küngösi ünnep nem önmagában áll, hiszen a helyi közösség, a helyi egyházközség és a főegyházmegye ünnepét világegyházi összefüggésbe helyezi. Az ökumenikusság jegyében a település református lelkésze tolmácsolta a protestáns gyülekezet jókívánságait. Békesség legyen a te falaid között, csendesség a te palotádban. Atyám fiaiért és barátaimért hadd mondhassam, béke veled. Személyessé téve ezt a béke veled kifejezést, én kedves barátomnak, Zsolt atyának a közbejöttével nagyon sok, azt hiszem a református kollégáim között a legtöbb római katolikus szentmisén vettem részt, amelyért komolyan mondom, hogy hálás vagyok Isten eszközének, az én kedves testvéremnek. Kívánom, hogy ez a templom, amely itt az szemünk előtt nőtt fel,
épüljön és viruljon a mi szemünk előtt. Küngös polgármestere itt jelentette be, hogy a templom építését kezdeményező és azért 10 évig munkálkodó Beke Zsolt helyettes esperes plébánost díszpolgárrá választotta a testület. A díjat, amit most először ítélnek oda, a falunap keretében adják majd át.